Az elmúlt 10 évben jelentősen csökkent a természettudományos szakok iránti érdeklődés, mondta el a Nyíregyházi Egyetem rektora, majd hozzátette, a tanári szakoknál lényegesen népszerűbbek az orvosi vagy gyógyszerészi képzések. Az egyetem számára éppen ezért a rektor szerint sorsfordító lehetőséget jelent, hogy a Nyíregyházi Egyházmegye fenntartása alatt álló Korányi Frigyes Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium intézményével együttműködési megállapodást kötöttek. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ebben a mintaprojektben olyan elemeket is beleraktunk, ami erre a pályára ösztönzi, motiválja a középiskolás diákokat. Például a beiskolázásban egy ilyen pályaorientációs tevékenységet is szeretnénk végezni, illetve nem csak a diákokat, hanem a szülőket is megcélozzuk. Például kampuszlátogatással, laborlátogatással összekötött szülői értekezletet szeretnénk tartani, emelt szintű érettségére való felkészítést. Részt kívánunk venni a tehetséggondozásban, nyári egyetemet szervezünk, és hogyha a tudományos munkánkba bekapcsolnak a hallgatók, és országos tudományos diákköri konferencián részt vesznek, illetve hát eredményt érnek el, akkor ők pluszpontot is kapnak a felvételin, tehát ezt is intenzíven szeretnénk elősegíteni. Az egyházmegye számára is első alkalommal nyílik lehetőség ilyen léptékű együttműködési megállapodásra. Szocska Ábel megyés püspök úgy véli, a pedagógus hiány veszélyének az egyházi fenntartású intézmények is ki vannak téve, ezért fontos, hogy gondoskodjanak az utánpótlásról. Mi is látjuk a saját görögkatolikus oktatási intézményeinkben, hogy a jövőre nézve szükségünk van a pedagógus képzésre, és ahhoz, hogy a diákokat motiválni tudjuk, egyfajta támogatási rendszer szeretnénk felállítani, amiben anyagilag támogatjuk a diákoknak a tanulmányait, cserébe azt kérjük, hogy egy bizonyos ideig a mi oktatási intézményeinkben teljesítsenek szolgálatot, miután diplomát szereztek. Gincsai Zoltán Gábor intézményvezető szerint az együttműködési megállapodás segítséget jelenthet a diákoknak az emelt szintű érettségire való felkészülésben, a tehetséggondozásban, a tanulmányi versenyekre való felkészülésben, valamint a pályaválasztásban. Már nem is hosszú távú, hanem már akár középtávú célunk is, hogy az egyetemmel együtt munkálkodva gondoskodjunk arról, hogy az egyházi intézményekben, de a Korányi Frigyes görögkatolikus iskolában legyenek tanítók, legyenek humánszakos, ugye történelemszakos tanárok, például a mi megállapodásunk erre is kiterjed, de igen, legyenek természettudományos szakokat tanító tanárok, olyanok, akik mind szakmai, mind pedig emberi kvalitásaikkal az intézményünkben tanuló gyerekek javát szolgálhatják. Az együttműködési megállapodás tehát nem csak az egyetemre való bejutást könnyítheti meg a jövőben, de a hallgatók számára az ösztöndíj lehetőség mellett a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben is biztos támasz lehet.